A rendszeres véradók ki is használják a lehetőséget, hiszen tudják, hogy mennyire fontos a vérkészlet. A Magyar Vöröskereszt statisztikája szerint naponta 1800 véradót kell toborozni ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Ez a 64. alkalom, vagy 63. nem emlékszem már pontosan, és azért tartom fontosnak, hogy egy véradásra 3 életet meg lehet menteni, és örülök annak, hogyha segítettek az embertársaimon, máskor is szak szoktam tenni, akár árvízhelyzetben, vagy devecserben is kint voltam. De fontosnak tartom ezt a dolgot, hogy véradásra is segítsem az embertársaimat. A keszthelyi Vöröskereszt az év nagy részében rendszeresen a vállalt mennyiség felett teljesít, a nyári hónapokban azonban visszaesik a véradási kedv. Fontos lenne ilyenkor is a vérkészletek felhalmozása, ugyanis az utazás, nyaralás során megnő a balesetek száma. A szabadságolások vagy a vendéglátó szektorban tapasztalható sok munka miatt kevesebben tudnak vért adni. Több helyen az a gond, hogy elmennek szabadságra a dolgozók, viszont itt a Balaton mellett az idegenforgalmi szezonban pontosan az a helyzet, hogy inkább dolgoznak, és kevésbé tudnak eljönni a véradásokra. Ezért is próbáljuk hívni személyre szólóan a véradókat, illetve augusztus első hétfőjén és kedjén minden évben már retrovéradást szervezünk, amikor sörrel, szendvicssel várjuk a véradókat, ezzel egy kicsit mozgósítva az itt nyaraló vendégeket is. A rendszeres hétfő délutáni véradások mellett minden hónap első kedjén is van lehetőség vért adni, emellett csütörtökönként kiszállásos véradást szervez a Vöröskereszt. Az elmúlt időszakban a fiatalok körében is egyre népszerűbb a véradás, ami nagyon fontos, hiszen 65 éves kor felett már nem adhat vért egy egészséges ember sem.